Sziasztok, Joanie vagyok, üdvözöllek a csatornámon, és a mai videóban a szörnyállás sorozatunkat fogom újra kezdeni egy kicsit újra dolgozott formában, ugyanis csatlakozni fog szörnyállához egy szolgáló lány, aki majd segíteni fog neki mindenben, illetve kettő kutyát fogunk még hozzáadni a háztartáshoz, Pongót és Perdit, és megpróbáljuk létrehozni a 101 kiskutyát. Fontos, hogy van egy hasonló kihívás a csatornámon, ami a 100 kisállt kihívás, de azért mégis elég sok az eltérés a kettő közt, mert itt nem fogjuk felnöveszteni a kisállatokat, mint abban a kihívásban, hanem itt csak el fogjuk őket adni, és az a lényeg, hogy 101 legyen meg belőlük, és szörnyen lesz szeretne meggazdagodni, úgyhogy folytatjuk, amit eddig csináltunk vele. Aki nem követte a sorozatot, eddig elkezdtünk videózni Szörnyellával, ő egy youtuber sztár lett, úgyhogy ezt fogjuk folytatni, illetve a szolgáló lány most már segíteni fog a kutyák körül, úgyhogy neki ezzel többet nem lesz dolga. És hát remélem, hogy meg fog gazdagodni ebből minél előbb Szörnyell, ugyanis a célunk az, hogy az élet célját teljesíteni tudjuk, ami pedig az, hogy iszonyat gazdag legyen. Na de kezdjünk is bele! Olátom már előre bekészítettem itt a szimeket, amiket ehhez a háztartáshoz szántam. Ugye Ivetnek hívják a szolgáló lányt, akit elkészítettem hozzá. Ő így néz ki, amikor éppen szolgáló lány, és amikor elmegy buliba, akkor egy kicsit vadabbul tud kinézni. Azért elég nagy a különbség szerintem, úgyhogy ő lesz most az új szereplőnk, aki vigyázni fog Pongóra és Perdire. Ha esetleg nem láttátok, akkor belinkelem fölülre azt a videót, amiben őket elkészítettem Szörnyellával együtt. Na de kezdjünk is neki a kihívásnak. Önnel azt állítottam be, hogy séfmester szeretne lenni. Most nem tudom, hogy ehhez el kell mennie dolgozni, mert lehet, hogy akkor ez nem a legtökéletesebb életcél. Ugyanis és nem tudom elküldeni dolgozni, de úgy látom, hogy nem. Vagy de? De sajnos a karriert azt meg kell csinálnia. Akkor lehet, hogy nem az a legjobb életcél neki, mert nem fogunk tudni karriert csinálni vele. Ugyanis neki itthon kell maradnia. Lehet, hogy valami olyasmi kéne, amit meg is tud csinálni. Akár lehetne egy szerelem, hogy megtalálja az igazit. Legyen az az ő élet célja. Hogy ő megtalálja az igazit. Aztán majd megpróbálkozunk vele. Hát nem erről volt szó, hogy ti ennyire szeretitek egymást, de akkor legyen így. És kéne ugyebár két kajástál a kutyáknak, mert ha jól látom, nincsen lerakva. Ja igen, hogy elfogyott a pénzünk. Mondjuk ez a szőnyeg ide nem kell. Ez még nem elég arra, hogy vegyünk kutyás tálat. Ugye ide fölülre megcsináltam a stúdióját Szörnyellának. Hát lehet, hogy akkor a drónt ezt egyelőre visszavesztük. Vagy a fényeket. Fények amúgy se adnak hozzá, szerintem csak dísz, úgyhogy olyan mindegy, hogy van-e ott. Így legalább tudunk venni a kutyáknak tálat. Oké. Jó, azt egyelőre megtartjuk, van egy ilyen drónunk is. Na, hát ez lesz a ház, amiből kiindulunk, és ugyebár az a lényeg, hogy minél drágább házat tudjunk venni. Ez egy egyszerű ház, amit a Sims épített. Én csak beletettem ezt a videós dolgot, ugyanis Szörnyell ezzel fog foglalkozni, minél több pénzt tudjon összeszedni. És ennyi. Ja igen, és meg kéne venni a tálakat. Miért felejtem már mindig? Veszünk egy kéket, meg veszünk egy fehéret rózsaszínnal. Csak miért mind a kettő halas? Ezek kutyák. Ezeknek szerintem csontos kell. Oké. Mind a kettőt megtöltjük. Nem tudom, Szörnyell, ahogy érzi magát jelenleg, de azért lefőzünk neki egy kaját. Igazából az a baj, hogy lehet, hogy nincs is ágy, ahol fog majd aludni a szolgálónk. Igen, azt lehet, hogy elfelejtettem lerakni. Mondjuk lehet, hogy... Ez itt mi? Ja, ez playful, aha. Oh, no, 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 no. Hát miért hagytad abba a főzést? Remélem nem fogja ez első pillanatban felgyújtani a házat. Mindenek előtt azért megelőzvén a dolgot, lehet, hogy értelmes lenne valami füstjelző készüléket vásárolni. Nem tudom, hogy az mennyire előzi meg a problémát, de hát ha túléli. Szörnyella pedig készíthetne akár egy videót is, hogyha nem lenne ilyen rossz a kedve.
akkor lehet, hogy át kéne valakit hívni, akivel tud beszélgetni. Igen, hát jelenleg ugye itt a gonosz irányba indultunk el, és már kettes csillagos sztár, úgyhogy ezen a vonalon megpróbálunk tovább haladni. Nem tudom, hogyha valakit áthívunk veszekedni, attól van olyan, akivel jobban van. Sajnos a kutyáink azok ugye eltávoztak. Volt valaki, aki állandóan átjött hozzánk. Justin. Hívjuk át. Ő az egyetlen, akivel jobban van, de csak azért, mert bezártuk egyszer. Ivet barátkozik Pongóval, és elkészítette a kaját. Viszonyára most már tud enni, hogyha esetleg éhes. Oké, most Ivet azt csinálhat, amit szeretne. Jelenleg nincsen dolog a lakásban. Kicsit beszélgessetek meg. Nézhetnétek egy kis felhőt is, bár igaz, hogy zúg az eső, de nem baj, azért kifekhettek nyugodtan az zúgó esőben. Igen, meggondolta a dolgot, hogy ez mégsem annyira jó ötlet, hogy zúgó esőben ide feküdjek. Úgyhogy akkor ez nem lesz. Ja, nem, megint ugyanazt kértem amúgy. Nem szereti ezt a romantika napját. Ó, hogy ma pont Valentin nap van. Úgy lehet, hogy érdemes lenne valakivel összehozni. Szörnyen lát. Lenne is valaki, aki alkalmas lenne a szereplő, hogy szörnyen látval összejöjjön. Csak sajnos még nem sikerült vele találkoznunk. Na de, kezdjünk neki a kiskutya gyártásnak, mert aztán sosem fogunk ezzel így végezni, hogyha nem kezdek neki. Nem jól állítottam be a kutyáknak a nemét, mert azt meg se néztem. Hogy nem elrontottam el véletlenül. De most nem engedi őket összehozni. Female, male, akkor elvileg jó. Jó, akkor meg mi a bajotok egymással, kutyák? Hát, hogy annyira rossz viszonyban vannak? Ivettel kéne megpróbálni? Ivetnek megengedi. Neki meg nem. Wow. És hogyha Perdivel próbálkozunk? Nem menj el, Perdi. Nem. Na jó, akkor muszáj valamennyire megsimogatnia, hogy legalább rá tudja arra venni. Vagy ha nem, akkor lehet, hogy Ivet fogja. Jó. Akkor maradjunk annyiban, hogy Ivet próbálkozik ezzel, mert neki is engedi most. Mi? Na, most engedi. De ne valami ismeretlen kutyával hozza már össze, valami Blue nevű, nem tudom, hogy honnan jött ez a kutyával. Na, szörnyel, te már... Jobban érzed magad? Igen. Már jobban van. Oké. Sikerült? Elvileg minden rendben volt. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy esetleg szörnyelával elmehetnénk itthonról. És kereshetnénk neki valami udvarlót. Ugyanis ma van a romantika napja, ugye Valentin nap van. A játékban. Lenne valaki, aki alkalmas lenne a szerepre, csak nem biztos, hogy otthon találjuk, nem biztos, hogy megtaláljuk őt. Úgyhogy induljunk el, próbáljuk megkeresni. Az, hogy nem ismerőse, az, akit én kitaláltam. Szerencsére itthon van az, akit kitaláltam, hogy jó lenne partnernek, szörnyellának. Az pedig nem más, mint Vlad. Jimbara. Miért nem tudok vele beszélgetni normálisan? Ne tudom, csak még nem köszöntünk egymásnak soha. Ne csináljátok, hogy itt álltok egymás mellett, és nem tudtok köszönni. Szeretnék neki virágot adni, mert... Vida a Flynn. Kabla! Dag! Oké. Arashubadunda. Valami romantikus ajándékot? De nincs nálunk virág. Csak ilyen mag van nálunk. Adjunk neki magot? Meg kéne nézni, hogy valamelyikben nincsen véletlen virág. Loopy. Nincs ki ezeket? Hát, ha valamikben van virág. Tessék! Magokat tudunk csak adni. Hát, ha virág van benne. Nem jött be neki az ajándék. Szörnyel, mit adtál neki? Milyen magot? Ott van a virág. Ott van. És kaptunk virágot. Na látod, de sokkal ügyesebben fel. Kérdezzük meg, milyen napja volt. De nem tetszett neki! Mi? Swaby. Jambala.
De rendes, hát pedig olyan aranyosan adta oda, még egy köszöntő levelet is adott, és akkor szörnyel, meg visszautasította. Kérdezzük meg, hogy szingli-e. El kéne menni randira. De ne vitatkozzatok már, hát ez így nem fog összejönni, gyerekek. Hogy fogunk így elmenni randizni, hogy ti vitatkoztok? Én értem, hogy gonosz, na és az te szörnyel, és az... És akkor mi van? Nem? Nem szörnyel és gonosz? Szerintem igen. Na, ez az, valami elindult. Van még ilyen klubunk is? Már elfeledkeztem. Hol vannak a tulajdonságai? Jaj, várjunk valahol. Itt, csak el van rejtve. Ott van, hogy gonosz ő is, hát akkor tökéletesen összeilletek. Ne vicceljetek már. Hát ne vicceljetek, tökéletesen összeilletek. Az ott piros? Akkor nézzük egy kis felhőt. Az oldja a feszültséget a felhőnézésnek. Muszáj bejönni. És most szomorú. Mert nem értékelték az ajándékunkat. Hát hallod, Vlad? Na, végre barátkoznak, el se hiszem, bejött a felhőnézés. Oh yes. Még az a szerencsé, Vlad nem ég el a felhőnézés közben, mert kicsit kellemetlen lenne. Mit akarsz, Justin? Nem megyünk most sehova, éppen randit próbálok szervezni szörnyelnek, nem látod. Hogyan tudnék elmenni vele randira? Flörtöljünk vele megint? Na. Hihetetlen. Jó, majd visszatérünk akkor erre. Pedig... És hát ne kell nekünk itt vámpíroskodni. Jó, hogy már nem ezért. Szívja ki a vérét szörnyelnek. Jó, akkor bocs, akkor visszavontunk mindent. Elharagsz. Ó! Ó, ez nem is én voltam. Wombosi. Ott történik valami, én nem csináltam semmit. Tibbs. Chefana's Nobby Rabaza. Oh, Noba. Na jó, még egyszer próbáljuk meg, most rózsát adunk neki, hát az, az jobban beválik. Figyelj, itt a rózsa, mert rózsát kell adni, itt van. De nem, az nem az. Ez az. Tetszett a rózsa? Na, az már tetszik? Ó, tetszett neki a rózsa. Flörtelős hangulatba kerültek rögtön. És adott még egyet, de rendes. Visszaadta újra. Na, működik valamit kettőtök között? Mégis csak összejön? El sem hiszem. De most már lehet, hogy elkéstünk a randival. De még szerintem nem. De miért nem fogadta el a rózsaadást? Ó, mert hogy ő gonosz, ő nem tud rózsát adni. Jó, akkor menjetek el randizni. Akkor menjetek el randizni, mert így nem lesz jó napja szörnyelnek. Legalább picit hagyd legyen már boldog. Mondjuk menjenek el ide a világított aranyhoz a múzeumba. Na hát meglátjuk, hogy mennyire fog sikerülni összehozni egy jól sikerült randit. Mondjuk leülhetnének ott benn, mert esik az eső. Ha! Hogy kicsi lett a szörnyelet, milyen gyorsan odaért. Na, kéne mondani egy sztorit. Mi van, nem vagy tök jó új bizonyban, vagy mi a baj? Pedig mind a ketten nagyon flörtölös hangulatban vannak. Mondott egy viccet. Nem tetszett neki a vicc. Oké, akkor óvatosan próbálkozzunk. Hát ezt nem hiszem el, nem köddé vált a pasink? Hát hogy képzeled? Hova lettél? Hova lett? Hát ez köddé vált. Szörnyen, mit mondtál neki? Te mit mondtál neki, szörnyen, hogy köddé vált? Hova lett? Hova lett? Ott van. Megvagy, nem bújsz el. Nem tudom, lehet, hogy átöltöttethetném őt valami csinosabb ruhába. Lehet, hogy nem jön be neki a ruhánk. Mondjuk ebbe? Ebbe jobban néz ki? Na, ha ez nem jön be, akkor semmi, nézd már rá! Ogres!
De ki állsz? Nem mit tudunk képezni. Hát mit nyelzett tőlem ott a gépet, hallod? Na, na? Elfogadta a telefonszámunkat, yes! Ó, már csók is kell. Legyen előbb egy ilyen. Ó, első csók. A világító torony múzeum, vagy nem tudom mi ez. Ugye nem fogja visszautasítani, mert volt ott egy... Oké. Mibs? Uga lamp. Oké. Már jó volt az első csókunk is. És már csak kettőt kéne. Ah, szuper. Ezüstet most már. Kéne egy masszázs. Ne, menj el, légy szíves, ne menj el. Nem akartam gyereket próbálni, csak nem tudtam hirtelen, hogy az micsoda. Most meg szörnyelre ment el. Azt mondja, hogy ő aztán nem fog itt masszírozni, nehogy azt ígyük, hogy ő itt masszírozni fog. De kell még egy sztorit mondani. Vagy egy vicces sztori, hova lettél? Lehet, hogy masszírozása nem annyira kapható szörnyelre. Ez a gonosz vigyor. Teljesen összeéletek gyerekek szerintem. Ez aztán egy hosszú sztori lesz, úgy látom. Oké, deep conversation is megteszi, és akkor nem kell masszírozni. Ez az, és abból kell kettő. Nevetések. És akkor arany? Yes. Jó, hát igazából én most ennyivel meg is elészem, mint rendezvú, úgyhogy végig vetünk a dolgoknak, és menjünk haza. Szuper jó dandi volt, legendás. Elvileg kapunk valamit ezért jutalmul. Menjünk szépen haza. Ivet szerencsére előre lefőzte a kaját szörnyelnának. Mondjuk örülnék, hogyha Ivetnek, vagyis hát nem Ivetnek, hanem Perdinek összejött volna a dolog. Még nem írt semmit ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy lassan meg kell próbálni még egyszer, mert lehet, hogy nem jött össze. Igazából nem lehet aludni. Ivet, te hol alszol? Ajaj, Ivet, az nem a tárgy, gyere onnan ki. Szörnyelem, nagyon csúnyán rá fog szólni, hogyha meglátja, hogy ott vagy. Gyere le. Hát te most itt tudsz jelenleg aludni. Vagy egy nagyon olcsó ágyat tudok még. Mik ezek a hangok? Szörnyelem, te mit csinálsz? Igen. Igen. Ó, szegény Ivetnek nagyon rossz volt. Hát igen. A Valentin nap. Ugye neki nem tudtam odafigyelni rá. De aranyos Pongó! Megengedte Perdinek, hogy ő aludjon ott. Veszünk egyet Pongónak is, nehogy már. És az a baj, hogy Ivetnek is kéne egy ágy. Nem lesz neki jó a kanapé. Még a legolcsóbbat se tudjuk megvenni. Az a helyzet, hogy nem érkeztek még meg szörnyelnek a díjai, de elvileg most már hamarosan megfog, reggel. Most akkor fogunk tudni Ivetnek venni egy ágyikót. Mondjuk lehetne, hogy ez az ő szobája. Szegény szomorú. Hát nem tudom, lehet, hogy nem jött össze elsőre a párosztatás. Úgyhogy amint Perdi felébred, akkor... Felébredt, akkor megpróbálhatnánk újra. Még szeretném, hogyha foglalkozni egy kicsit többet a kutyákkal, hogy jó viszonya legyen. Mind a két kutyussal. Ugye ezért is van ő itt. Nemrég összejött. Kicsit szeretném, hogyha tényleg foglalkozna vele. Meg majd Pongóval is. De Ari. Pongót is. Nézd meg, hogy ő is hogy szeretne egy kis simi. Egy kis fésülést. Még egy ölelést is.
És sikerült! Lesznek kis kutyusaink. Nagyon jó. Ennek örülök. Hova mentél, drágám? Örülsz az esőnek? Játszik az esőben. És csak itt van egy virág, amit le lehetne szedni. Mit szólsz hozzá? Na jó, menjünk vissza. Mit kezdtél el itt főzni? Aztán ott felejtetted. Remélem nem fogod felgyűjteni. Ó, szegénykém. Szegény Perdi nincsen jól. Fel kell mosni. De hát ilyen ez. Jó, most szörnyára felébredt. Nem ártana amúgy elkészíteni egy videót. Meg kell nézni, hogy mik a trendek először is. És akkor az alapján tudunk választani, milyen videót érdemes elkészíteni most. Tehát az éneklős, a gyerekes, a playful... Lehetne egy playful vlogot készíteni, hogyha ide jönne, és ezt megnézegetném, mert akkor elvileg playful lesz. Szóval túlságosan hat rá sok más minden, és emiatt nem lett playful. Akkor talán, hogyha nézne egy kis gyerekcsatornát. Hol van a... Ja, az a csatornáknál van. Ugye attól is playful lehet. Megérkezett szörnyel a fizetése. Most már tudunk venni ágyat. Mondjuk ide. Szerintem ez jó is lesz ide. Úgy. És te már megint ott fönt fekszel, hát neked nem szabad abba az ágyba aludni. Gyere le ide. Hihetetlen. Na, szörnyela, nem lett playful sajnos. Akkor maradjunk az inspiráltnál, és akkor csináljunk valamilyen inspirált videót. Inspirált vlogot tudunk csak csinálni, mert annyira inspirált most, hogy egyszerűen nem hat rá semmi más. És most bezzeg playful lett, mire felvettük a videót, hát nem hiszem el. Szívac játék! Ez most komoly? Jó, akkor vegyünk fel még egyet. De most ez playful lett? Milyen egy flani vlog akkor még, ha már ilyen playful. Csak az a baj, már nem annyira fej. Na jó, mindegy, vegyek fel még azt is. Na legalább Ivett addig kipihente magát, amíg szörnyen felvette a videókat. Ó, lett hív. El akar minket hívni valami bárba egy randira. Ó, nem is tudom. Na most egyelőre szerintem egy részre egy randevú elég volt. Majd talán a következő részben elmegyünk vele. Viszont ennek a résznek itt is lenne a vége, és ha szeretnétek, nyugodtan írjatok a 100 kiskutyusnak neveket, amit majd fel tudok használni a videó alatt. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok! It's wrong, I can't be right.